Miért pont téged választott? Hát ezt majd kérdezd meg tőle. De egyébként, ha mind... De hol ismerkedtetek meg? Isztambulban, a Reinában, ami egy ilyen nagyon szép klub, de igazából étterem és klub. Én akkor kint dolgoztam éppen. Volt egy második utam Törökországban, amikor 24 éves voltam, újra egy nagy szerződés, hogy akkor dolgozzak kint. Mint modell? Mint modell, és pont a barátnőimmel elmentünk egy partira, négyen voltunk, mint különböző országokból, lezártuk a VIP-t, ismertük a klubnak a tulajdonosát, és azt mondtuk, hogy ne zavarjon minket senki. Tehát mi szeretnénk táncolni, jól érezni magunkat, de nem akarjuk, hogy itt próbálkozzanak a pasik. És ő volt az egyetlen, akinek bátorsága volt odajönni, nyilván ismerte a tulajt. És pont hozzád? És pont hozzá, mert én nyomtam a kis hastáncomat, persze nagyon jól csináltam a török zenére. Egy teljes brigád török pasi ott állt mellettünk, próbálkoztak, de nyilván le volt kordonozva mögöttünk az egész terület, tehát nem tudtak oda bejutni. És ő engedélyt kért, és én nagyon felhúztam magam, hogy mit képzel magáról. És akkor odaállt mellém, megfogtam magam, átmentem az asztal másik végére. És ő türelmesen az egész esét képzeld el végigvárta. Tehát, hogy ott próbálkozott, el volt, kedveskedett az összes csajszínek, de látta, hogy velem nem nincs mit kezdenie. És amikor lejárt már, hogy nagyjából a parti már zárás volt, akkor mondták a tulajja, hogy végig is ott van szemben egy lounge, ami ugyanúgy a klubé, és akkor nem megyünk-e át oda. És akkor leültünk, hát egy 3 órás beszélgetés lett belőle. És ő akkor volt, amikor azt mondta, hogy... Az első nap annyit mondott csak, hogy... Hogy ugye tudod, hogy Bogi, téged tudnának elképzelni feleségemnek, és így mondom... 3 óra után? Igen, és akkor annyit és mondtam rá... És akkor nem rá, mondtad azt, hogy basszus, ez ketyós? Nem, annyit mondtam rá, hogy ilyet már sokan mondtak nekem, és csak ennyit válaszolt. 3 óra után? És volt már ilyen, és csak annyit mondott ő rá, hogy igen, csak én 38 éves vagyok, és eddig ezt senkinek nem mondtam. Tehát, hogy a különbség ez... Yes. Nem, annyit mondtam rá, hogy jó, lehet, hogy ez véletlen, jót beszélgettünk, köszönöm szépen, jó éjszakát, de nem adok telefonszámot. Ha találkoznunk kell, találkozunk. És nem adtál? És nem adtam telefonszámot. És 2 hétre rá, hát mi nagyon sokat jártunk ki, lányokkal állandóan ugye fotózások után bulisztunk, jól éreztük magunkat, egy másik partin újra összefutottunk. És akkor már tudtam, hogy hát ez nem véletlen, az egy Isztambul nem kicsi.